Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit Kisvakon csatornán. Hát néhány kerti munkát szeretnék ma megmutogatni. Rengeteg kerti munka van mindig, de ma tényleg valami olyan kerti munkákra szeretnék összpontosítani, amik érdekesebbek, szezonálisak, és hát ezekről szeretnék egy kicsit beszélni, hogy segítsek azoknak, akik esetleg hasonló növényeket tettek, és hát úgy gondolják, hogy jól jönne egy kis segítség. Fogjunk hozzá, nézzünk körül, hogy mi az, amit most szombaton matatni fogok. Hát említettem a tegnapi permetezős videómba, hogy borzalmas hetem volt, és az a nagy igazság, hogy egyetlen egy nap se tudtam kijönni a kertbe egy hétig. Most ilyenkor a kert megbosszulja magát. Ezt aki kertészkedik, tudja. Nagyon ellátja a bajomat, és nagyon elgyomosodik. Elég egy néhány nap, és gyakorlatilag borul a világ. És az első munka az a gyomtalanítás és a kapálás mindenképpen. A kapáláson, gyomtalanításon persze csak igazából akkor tudok hozzáfogni ilyesmihez, amikor már előtte bizonyos dolgokat elvégzek, és akkor kezdjük ezzel az ágyással. Ebbe az ágyásba, mint azt látjuk, három sorban, tehát itt, ott és ott szélen sárgarépa van vetve. A három sárgarépa sor közé különböző más növények lettek vetve. Ugye itt a két sárgarépa sor közé egy kínai zöldségféle, az úgynevezett pak csoj. A másik két sárgarépa sor közé pedig tépőcékla. És mind a kettőről beszélnék egy kicsit, mert ezek kevésbé ismert dolgok, és hát úgy gondoltam, hogy érdemes lenne róla egy pár szót mondani. Jó, kezdjük azzal, hogy sárgarépa. A sárgarépa az gyomosodik. Itt igazából nagyon sok mindent nem tudunk csinálni vele, mint azt, hogy belocsoljuk, amit én is csináltam, és utána kézzel ezeket a gyomokat lényegében szépen kihúzgáljuk. Ezt azért locsolás után kell csinálni, mert ilyenkor locsolás után gyökerestől tudjuk a növényeket kitépni, és ezáltal nem okoznak többé gondot, tehát igazából megszűnik a probléma. Most nem azt mondom, hogy utána már nem lesz gyom, csak azt mondom, hogy ha a gyökerestől húzzuk ki, akkor sokkal kevesebb gyom lesz utána, úgyhogy érdemes az ilyen munkálatok előtt mindenképpen jó alaposan belocsolni a földet, sokkal könnyebb ezt megoldani. Úgyhogy a mai munka, egyik munka az a sárgarépa gyomtalanítása lesz, gyakorlatilag kiszedegetem a növények közül ezeket a kis apró gyomokat, és még egyszer mondom, lehetőleg gyökerestől türelmesen. Másik mai munka az itt látható pak csoj. A pak csoj az egy kínai, hát káposztaféle lényegében, és nagyon sűrűre lett vetve, de szándékosan. Ugyanis igazából kéne egy kis helyet hagyni közöttük, hát kb. Olyan 15 centit, de van, hogy én ennél kevesebbet hagyok. Amikor már körülbelül ekkora, mint most, tehát felhasználható méretű a levele, akkor szoktam megritkítani. Na ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag kiszedegetem ezeket a kis pici pakcsoly növényeket, mint ahogy itt látjuk, és ezen a szinten, tehát mindig a két alsó levelet nem használom fel, azok amúgy is ilyen csúnyák szoktak lenni, tehát pont ahol a nagy ujjam van, ott elvágom egy ollóval, és egy ládába összegyűjtöm. A fennmaradó pakcsoly növények között nem hagyok körülbelül 12-15 centit egyáltalán semmilyen más pakcsolyt. Látjuk, itt ott egy picit a levelét megrágta sajnos a földi bolha, de azért egész egészséges. Na és akkor ezeket, amiket így levágdosok, ezt pontosan úgy szoktam felhasználni, mint a salátát. Leves készítek belőle. Tehát lepirítok egy kis jó húsos szalonnát, oda teszek egy kis vizet főni, abba beleteszem a pirított szalonnát, ugye is kis kevés zsírjával. A
Szoktam még szedni egy jó köteg fokhagyma szárat, tehát zöld fokhagyma szárat, azt összekötözöm, mint a petrezselyem zöldjét, beteszem főni a vízbe. Amikor azt hát főzöm egy darabig, hogy az ízek jól összeérjenek, akkor beledobom lényegében ezeket a pakcsolyokat. Ezeket össze lehet tépni kisebbre, akit zavar, hogyha nagy. És hát nem sokáig, tényleg egy 2-3 percig főzöm, tejföllel öntöm fel, és lényegében kész egy finom leves. Úgyhogy én erre szoktam felhasználni, és akkor ezt a ritkítást is ma elkövettem. Lehet másra is felhasználni, nagyon finom salátának is, tehát aki szeretne valami vegyes salátát készíteni, ugyanúgy ezeket a pakcsolyokat gyönyörűen erre fel tudja használni. Úgyhogy ez lesz a másik mai munka, hogy kiritkítsam a pakcsolyt. Kérem, a következő munka mára ezek után még az lesz, hogy ugye itt a sárgarépa és a másik sárgarépa sor közé tettem az úgynevezett tépőcéklát. Ebből egyértelműen semmi más nem lesz, csak saláta. Én esti órákban szeretnék egy jó grillpartit rendezni a családnak, és mi lesz a köret a húsételek mellé, hát ezt is persze itt is vannak gyomok, ki kell húzogatni, az ez a tépő saláta lesz. Lényegében ezt is most már gyökerestől fogom kiszedni, ahogy itt látjuk, ugyanígy, ahogy a pakcsolyt itt elvágom, és lényegében ezeket az apró leveleket fogjuk elfogyasztani salátának. Nagyon-nagyon finom az íze, aki még nem kóstolta, nagyon ajánlom, bármilyen salátába belevágva, tényleg egy iszonyat finom ízt kölcsönöz. Most már ezek olyan méretűek, hogy ki kell szedni, ha ennél nagyobb, akkor már nem finom az íze, tehát ilyen pici korában a legfinomabb a fogyasztásra. Van itt másfél hosszú sor, ebből egy nagyon komoly adag lesz, úgyhogy hát áthívtam a barátokat is, úgyhogy sokan jól fogunk belőle lakni. Úgyhogy a következő mai munka, hogy ezt a tépőcéklának szánt ugye, ültetést, ezt felszedjem, megtisztítsam, és estére egy finom salátát készítünk belőle. Kérem a mai harmadik, és lassan-lassan utolsó kerti munka, az ennek a spenótnak lesz a további feldolgozása. Hát talán látjuk, hogy ott jóval kisebb, mint itt. Ez azért van, mert rendszeresen szedem. Úgy szoktam, hogy minden nap este eljövök, és egy fél óra alatt megszedem. Kiparkodni kell, mert nem sokára jönnek a melegek, és fel fog magzani. Ugye ez rendesen a paradicsom ágyás, hogy most még van benne paralja vagy spenót, az annak okán van, hogy nagyon jól nedvesen tartja a földet a paradicsomnak. Ez egyébként egy idei kísérletem, először csinálom így, de nagyon bevált, meg lehet jövőre is, sőt, nagyon valószínű jövőre is így fogom csinálni. Tehát látjuk, hogy ugye itt a legnagyobb, ez volt két napja szedve, a túloldalt, ami van, az egy napja volt szedve, az sokkal kisebb. Minden nap megszedem a spenótot, és én el szoktam fagyasztani. Ez azt jelenti, hogy vizet forralok, amikor fő a víz, a megmosott spenót leveleket beledobom, és egy percig, de tényleg egy perc, tehát egy pillanattal se többet, egy percig főzöm, egy perc után szűrőkanállal kiszedem, és egy szűrőbe teszem. Ott lecsöpög magának, össze se zúzom semmi, úgy ahogy van, kihűl, zacskózom és fagyasztom el. És a nyáron bármikor, amikor majd spenótra lesz szükségünk, akkor egyszerűen előveszek egy ilyen zacskót, felolvasztom, és akkor onnantól fogva már tényleg, hát aki tudja, az 10 perc alatt el lehet készíteni egy nagyon finom spenótot. Lehet, hogy a paradicsomot a spenót jelenléte abszolút nem zavarja, ugye ezek, hát tettem fel videót róla, nemrég voltak kiültetve, de mindegyik kiválóan érzi magát, megfelelően meleg van, nedves a föld a gyökerénél, jól érzi magát, felül a levelek nem nedvesek, tehát ott nincs gond, hopp, nimit látok. Na most legalább meg tudjuk nézni a földiból, hát nagyon sokan tudják, hogy ez egy nagy ellenségünk nekünk. Ez a földiból, ha ez az, ami lukassza a leveleket, kirágja a leveleket. Ha közel teszem az ujjam, elugrik, mint egy bolha. Puk! És odaugrott át egyébként, most ott van. De oda is, ha közel teszem az ujjam, ha csak bele nem ragad, de már el is ugrott.
Na, visszatérve, szóval a másik munka, a mindennapos munka, a spenót megszedése. Ma is megszedem, és ma is fogyasztok el spenótot. Már azt hiszem negyedjére szedem meg. Még egyszer mondom, nagyon-nagyon sok már nincs neki hátra, hiszen ha jönnek a melegek, de itt már látszik is, akkor lassan ott van, maxárba fog menni. Tehát ezt a pár hetet, amit fel lehet használni arra, hogy raktározzunk el egy kis tavaszi frissességet a fagyasztóba, azt én ki szoktam használni, és ilyenkor ezeket a spenót leveleket meg szoktam szedni. Egyébként nem csak spenót, tehát mi mindig ilyen hagyományos módon tükörtojással fogyasztjuk, de egyébként salátának is nagyon finom, tehát hogyha megkóstoljuk, bármilyen salátába lényegében bele lehet vágni, ugyanazt a friss ízt adja, mint bármilyen más zöld saláta, tehát akár arra is felhasználható, de hát nekünk most ugye arra ott lesz a cékla. Amit még ma csinálgattam, ezzel is már készen vagyok, a zellerekről a külső leveleket letéptem. Múlt héten ültettem ki a zellereket, és az összes ilyen régi levelet, azt letépem, és nem hagyom csak a friss leveleket rajta így egy héttel a kiültetés után. Ez segít neki majd egy kicsit megerősödni, megkapaszkodni. És szintén, igaz, ezt most utolsónak mondom, de elsőnek csináltam meg az összes közül. Kiültettem néhány paprikát, pritamin paprikát. Ezek determinált pritamin paprikák, 30x30 az ültetési távolság, és 30 centi lesz a sortávolság, és egyébként ezeket ma már kiültettem, az olyan edényeket, amikben mind a két mag kikelt, mert hát a legtöbb olyan, meghagytam mind a kettőt, el lesznek egymás mellett. Hát igazából ennyi van már, a paprika megvan, az zeller megvan, most megyek, és amit eddig mutattam, azt lejátszom, és lényegében kész vagyok már. Még a videó legvégére egy érdekes dolgot szeretnék mutatni, ugyanis virágzik a kivi, hát megmutatnám, hogy milyen a virága. Na, még mielőtt a kivit megmutatnám, múltkori videóban nagyon sokan nem ismerték még a vadcitromot, és mutattam, hogy virágzik. Most meg tudom mutatni, hogy jönnek a citromok. Hát azok a kis kerekbogyók ott, az citrom. Ha ránagyítok, látszik szépen. Itt is. Na, tényleg megmutatom a kivit. Na, hát ezzel zárnám a videót. Jönnek a virágok a kivin. Ez az Issaj elnevezésű, vagy Issaj, ki hogy ejti, törpe kivi. És ahogy látjuk, gyönyörűen megindult a virágzása. Úgyhogy így a végére érdekességekként, ugye a télálló kiültetett vadcitrom 6 év után lesz rajta, és akkor úgy néz ki, hogy az Issaj kivi is összeszedte magát. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, aki támogatni szeretné a csatornát, a videó alatt a csatlakozás gomb megnyomásával megtudhatja a részleteket. Kívánok egy kellemes hétvégét mindenkinek. Viszlát!